Sziasztok, én Csilla vagyok, ez pedig itt a Tebevízió YouTube csatornája. Ma van a Föld világnapja, és ennek alkalmából a videó nem csak azért különleges, mert ilyenkor nem szoktunk videót kirakni, hanem azért is, mert egy nyereményjátékkal kötöttük egybe, hogy ne maradjatok le a videó végén, elmondom, hogy mit és hogyan fogtok tudni megnyerni. Az előző videómban beszélgettünk arról, hogy milyen bajban van, illetve milyen gondokat okozunk jelenleg a Földünknek. És mivel ezen a Földön mind lakótársak vagyunk, ezért felelősséggel tartozunk, ahogy az a jó lakótársakhoz méltó. Ehhez pedig az én véleményem szerint nagyon-nagyon jó eszköz a hulladékmentes életmódra való törekvés, de legalábbis a low waste életmódra való törekvés. Ugye a hulladékmentességnek van 5 alappillérje, és pontosan ez az, ami lesz az elméletet végig fogjuk a mai videóban vezetni. Ezt egyébként itt látjátok mögöttem. Szóval, hulladékmentességre való törekvésről fogok ma beszélni. Azt én ismételten elmondanám, hogy az én személyes véleményem szerint a mai 21. században senkitől nem elvárható az, hogy 100%-ig hulladékmentesen éljen. Viszont törekednünk kell rá úgy, hogy folyamatosan áthágjuk a komfortzónánkat, folyamatosan átlépjük és folyamatosan tágítjuk a látókörünket is. Ugye erről is beszéltem többek között az előző videóban, de majd picit gyakorlatiasabbak leszünk. A hulladékmentesség első pontja. Állj ellen, azaz mondj nemet! Én mindig azt mondom, hogy ha szeretnél belevágni a hulladékmentességbe, akkor konkrétan borogasd ki a szemetesedet, konkrétan nézd meg, hogy mik azok a hulladékok, amik elhagyják az otthonodat, és amiket te termelsz, ugyanis ez a te felelősséged. Hogyha megnézed, akkor az első szempont, ami alapján végignézed azt, hogy milyen szemeteket termelsz te és a családod mondjuk, az legyen az, hogy mi az, amire valójában nincs is szükséged. Ilyen apróságokra is gondolok ez alatt, hogyha mondjuk szállodába mész, és ott vannak a röpi cuccok kihelyezve, tudjátok, az a sampon, tusfürdő, és vajon őszintén melyikünk indul el saját tusfürdő, meg sampon, meg egyebek nélkül? Senki. És azért a kis pici műanyag flakonért tényleg nem éri meg ez az egész, pláne, hogy az a pici műanyag flakon pontosan úgy közel 1000 év alatt bomlik le, mint a nagy műanyag flakon. Úgyhogy erre egyszerűen csak azt mondod, hogy nem. Mondhatsz nemet az egyszer használatos műanyag eszközökre. Muszáj neked szívószálat használni? Nem feltétlen. Noha azért azt is valljuk be, hogy például a szívószálán nagyon sokaknak egészségügyi okok miatt, vagy egyszerűen egy nagyon-nagyon erős megszokás, és azért használja, de erre létezik már rendszeres, rengeteg alternatíva. Úgyhogy tudtok úgy is dolgokról nem mondani, mint például a szívószál, hogy nem kell teljesen kiiktatni, hanem lecseréled egy hosszabb távú használati eszközzel. Ahhoz, hogy tudd, hogy mi az, amit tényleg 100%-osan ki tudsz iktatni, tényleg meg kell vizsgálnod a saját életedet és a saját hulladéktermelésedet. De mondok pár példát, ami szinte szerintem mindenkire igaz. Például ugye a bolti nasik, a chipsek, és valljuk be őszintén, hogy itt nem csak a csomagolás a hulladék a legtöbbször, hanem az is, ami benne van, így még az egészségedet is óvod. Élelmiszerek közül rengeteg példát lehet mondani, ahol gyakorlatilag úgy tudsz megállt parancsolni az egyszer használatos műanyagoknak és eszközöknek, hogy egyszerűen csak kiváltod hosszabb távú eszközökre, hogy ez ne jelentsen gondot, hiszen az, hogy magadnál tartasz mondjuk egy kis villát, kést, evőeszköz, hogyha mondjuk dolgozni mész, magadnál tartasz egy elviteles kávéspoharat, amit újra és újra használsz, vagy magadnál tartasz vászon szütyőket és tasakokat a bevásárláshoz, ez valójában nem jelent nagyobb fáradtságot, mint hogy a boltból elhozott nájlon zacskóba az adott terméket, és utána otthon gyűjtöd a nagy zacskóba a sok kis zacskót. A második pont, hogy mérsékeld a fogyasztást. Ugye itt lépcsőfokokon haladunk át, ugye az első, hogy állj ellen. Ha nem tudsz valaminek ellenállni, vagy nem tudsz rá nemet mondani, mert szükséged van rá, akkor amennyire csak teheted, mérsékeld a fogyasztást. És itt nem csak arra gondolok, hogy húzd ki a konnektorból az elektronikai eszközeidet, hogyha éppen nem használod őket. Hogy kapcsold le a villanyt, amikor kimész a szobából. Vagy ugye, ami most egy nagyon top téma, a kézmosás. Hogy zárd el a csapot, ameddig szappanozod a kezedet, hiszen addig feleslegesen folyatod, vagy ameddig mosod a fogadat, ne hagyd nyitva a csapot. Vagy ameddig akár a tusoló alatt besamponozod a hajadat, vagy a testápolóval szappanozod
nappal bekened a testedet, szükségtelen, hogy folyasd a vizet. Mérsékelni tudod még a fogyasztásodat olyan területeken, amik még inkább nagy hatással vannak a te környezeti lábnyomodra, ilyen például a húsfogyasztás, vagy például ugye az előző videóban is említett pálmaolajnak a használata és fogyasztása. Húsfogyasztásnál természetesen, ezt mondtam és tudom, és noha én nem vagyok az, a vegán életmód, vagy legalább a minimum a vegetáriánus életmód az, ami a leginkább környezetbarátabb, hogyha az étkezést nézzük. No persze azért zárójelben megjegyzem, hogy ezt is lehet úgy csinálni, hogy brutálisan sok szeméttel járjon és brutálisan nagy teher legyen, de még ennek ellenére is az előállítási folyamat sokkal kisebb környezeti kárt okoz, mint mondjuk a húsfogyasztást. De azt is megértem és elfogadom, hogy akár egészségügyi okokból valakinek muszáj, hogy fogyasszon húst, vagy akár egyszerűen csak nem akar róla 100%-ig letenni, és az a megnyugtató hírem, hogy valójában nem is kell 100%-ig letenned, hogyha nem szeretnéd, már hatalmas lépést tudsz adni azzal, ha mondjuk bevezetsz hetente egy vegán napot, vagy mint amit például én is követek, bár nálam ez csak egy átmeneti időszak, ugyanis abszolút törekszem a vegán irányba, de amire én most törekszem és amit tartok, hogy hetente kétszer fogyasztok húst. Brutális különbség így az én környezeti lábnyomom, mint hogyha minden egyes nap, napi háromszor fogyasztanék, és ez is már egy nem vitatott tény, hanem tény, hogy bőven elegendő heti két-háromszori húsfogyasztás ahhoz, hogy az egészségügyi állapotunk rendben legyen. Úgyhogy ezzel már egy hatalmas lépést teszel. De ott van például a pálmaolaj, ha odafigyelsz arra, hogy a termékek, amiket megvásárolsz, ne tartalmazzanak pálmaolajat, szintén hatalmas lépést teszel a környezetvédelem érdekében és a tudatosság érdekében is. És az az igazság, hogy hogyan tudod még mérsékelni a fogyasztást, még tényleg 1000 ágra elvihető, hogy például ne legyen 6000 féle tusfürdő, ami ott gyűlik a kád szélén, ne legyen 1000 féle kozmetikai terméked, miért van mondjuk 8-10 szempillaspirálod, vagy akár csak 3 is minek van otthon, hogyha bőven elegendő egy, amit szeretsz. És végül valljuk be őszintén, hogy ezekből a termékekből hiába van 10-15 otthon, végül csak egyetlen egyet használsz, amit szeretsz. Akkor miért nem csak az az egy van? Ez is hatalmas különbséget jelent, mind hulladéktermelésben, mind környezeti lábnyomat, illetően a háztartásunkban. Következő pont a 3-as, a használd újra. Hogyha valamit nem tudsz teljesen kiiktatni, vagy nem tudod mérsékelni a fogyasztását, akkor mondjuk annak a csomagolását, vagy azt az eszközt, ameddig csak tudod, használd újra. Itt már is elmondanám, hogyha valaki a hulladékmentes életmódra átvált, akkor nem azt jelenti, hogy azonnal kihaingálunk minden műanyag zacskó, dobozt és mindent, ami műanyag, mert ez a két külön dolog, hanem azt jelenti, hogy amim van, azt próbálom felhasználni, mert ez a leghulladékmentesebb. Például, ha te most évekig petpalackos ásványvizet ittál, és van egy csomó palackod otthon, akkor próbálj egy kicsit kreatívkodni rendszerezésre, vagy egyéb dolgokra, még újra tudod azt a palackot, vagy palántázásra használni, ugye most ennek pont időszaka van. Hogy legyünk kreatívak ezen a téren, vagy hogyha mondjuk a tojást nem tudjátok háztól venni, és mindig rajtatok marad a tojástartó, azt is lehet gyerekeknek játékokat, szuper játékokat készíteni belőle, lehet belőle akár ugye szintén palántázásra egy kis eszközt készíteni. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon legyetek kreatívak, rengeteg eszköznek meg tudjuk így hosszabbítani az életét, de emellett még azért azt is elmondanám, és arra is felhívnám emellett a figyelmet, hogyha lehet, akkor azok az eszközök, amik már eddig a pontig eljutottak, olyan anyagból legyenek, amik újra hasznosíthatóak. És itt jön a negyedik pont. A 4-es pont, hogy hasznosítsd újra. Hogyha valamit nem tudsz teljesen kiiktatni, nem tudod mérsékelni a fogyasztását, és nem tudod újra használni, akár a végtelenségig, akkor jön az a pont, hogy az legyen újrahasznosítható anyagból. Ugye itt van, itt nagyon fontos, hogy járásonként, megyénként eltér Magyarországon is az, hogy milyen anyagú és milyen termékeket hasznosít újra az adott hulladék gazdálkodó szervezet. Ez a te feladatod, hogy utána járj, hogy az, amit te beledobsz a szelektív kukába, az valóban újrahasznosításra kerül-e.
És itt is én a lehető legkevesebbre csökkenteném például a műanyagot, hiszen a legtöbb műanyag fajta az valójában körülbelül a 20%, ami valóban újrahasznosítható, és hogyha újrahasznosítható is, akkor is csak egyel több életet adsz neki, hiszen következőleg már nem fog ebbe a kategóriába belesorolódni. Szóval, hogyha már újrahasznosítható anyagoknál beszélünk, és újrahasznosításról, akkor sokkal inkább beszélünk az üvegről és a fémről, amit valóban újra használnak és újra hasznosítanak, és gyakorlatilag a végtelenségig. Ha nagyon ügyes vagy, és ezen az összes ponton végigmentél már, amikor a kukádat átszelektáltad, és minden kritériumnak megfelelnek a kis eszközeid, élelmiszereid, akkor marad a komposztálás. Ez az ötödik pont. A komposztálás az gyakorlatilag egy nagyon nagy lépést jelenthet, és bizony komposztálni tudsz lakásban, komposztálni tudsz kertesházban is, bár nagyon sokan azt hiszik, hogy ez csak kertesházban megoldható. A komposztálásnak rengeteg előnye van. Tudnod kell azt is, hogy a hulladék termelésünknek, átlagosan, mint európai embereknek, a 60-70%-a élelmiszer. Ez egyrészt rémisztő, mert ennek a 70%-nak jelentős része valójában olyan élelmiszer, amit még elfogyaszthattunk volna, vagy amit feleslegesen vásároltunk meg. Ez az első lépés, amit én ehhez hozzáfűznék, hogy ez egy dolog, hogy komposztálunk, de szerencsére, amikor komposztálsz, szembesülsz azzal, hogy pontosan mennyi és milyen élelmiszert dobsz ki. És remélem, hogy ez egy jó eszköz ahhoz másnak is, ahogy például nekem is az volt, hogy csökkents az eleve felhasznált élelmiszert, és már tényleg csak az kerüljön a komposztra, ami semmilyen más módon nem alkalmas arra, hogy hasznot húzunk úgymond belőle. Oda kell figyelnünk a vásárlásnál is. Itt például egy nagyon jó dolog és nagyon nagy előnye minden szubjektív nézőpont nélkül, tehát teljesen objektíven és külső szemmel mondhatom azt nektek, hogy csomagolásmentes boltban vásárolni sokkal gazdaságosabb, hiszen tényleg csak annyit veszel meg gramra pontosan, amire szükséged van. Zöldségeknél pedig nagyon egyszerűen oda tudsz erre figyelni, de nagyon fontos, hogy tényleg csak azt vedd meg, amire szükséged van, mérhetetlen mennyiségű készételt, mérhetetlen mennyiségű épp fogyasztható ételt dobunk ki a kukába. Erre nagyon fontos felkészülni, tudatos vásárlást bevezetni az életedbe, hogy listát írj, hogy előre megtervezz akár a heti menüt, és tudom, hogy ez nehéz, és nekem például ez nagyon nehéz, hogy én előre gondolkozzak, és ebből is rengeteg élelmiszer hulladék keletkezhet, mert mondjuk azt gondolod a boltban, nem írsz listát, nem készülsz fel, és azt gondolod, fú, nekem fogok főzni húslevest, fogok főzni ezt, azt, és bevásárolsz hozzávalókat, és végül rád romlanak gyakorlatilag, holott nem kellett volna annak az ételnek megromlania. És végül, amikor odajussz, hogy komposztálsz, az már csak egy plusz öröm, hogy az egész, amit kidobsz, gyakorlatilag visszakerül a körforgásba, pici élőlényeknek és nagyobb élőlényeknek is, például nekem itt madarak rendszeresen látogatója a komposztálunknak, de élőlényeket támogatsz azzal, hogy az ott bomlik le, és amíg lebomlik, végül neked is hasznos lesz, hiszen humusz formájában fel tudod használni virágföldnek, és visszaforgatod tényleg az egészet, az egész körforgásba. Ha pedig több lakásban vagy, akkor rengeteg alternatívád van arra, hogy ezt meg tud oldani. Sokaknak az a kérdés, hogy végül a produktumot, a végeredményt hova tegyem. Ha szerencséd van, akkor van vidéken mondjuk család vagy rokon, ahova el tudod vinni. Én viszont, amit nagyon bevált módszernek tartok, és nekem is bevált, mondjuk egy helyi virágos megkérdezel, aki akár ott lakik, lehet éppen a tömböd alatt egy virágüzlet, vagy ott van a virágüzlet a tömböd alatt, megkérdezed, hogy esetleg szívesen fogadja el, hogy a megmaradt komposztot akkor odaad neki. És higgyétek el nekem, hogy nagyon-nagyon nagy örömmel fogják fogadni. Vagy valamilyen kisebb kertészetet, vagy hasonló helyet felkeresel, és havonta egyszer mondjuk odaadod a komposztodat, vagy még ritkábban, attól függ, hogy milyen megoldást találsz erre, és mekkora lesz a végeredmény. Remélem, hogy tudtam segíteni, és akkor most jöjjön a nyereményjáték. Ugye beszélgettünk is már a legelején, hogy vannak bizonyos eszközök, amiket ha nem is tudsz teljesen kiiktatni, de le tudsz váltani környezetbarát alternatívára. És képzeljétek el, hogy a Tendének pont most lett egy új saját márkás termék, ami mindig nagyon nagy öröm a számomra, és ebből az új termékből egy szettet szeretnék nektek, illetve közületek valakinek odaadni. Tehát a feladat nagyon egyszerű, természetesen iratkozzatok fel, és nyomjátok meg a csengőt, hogy le ne maradjatok, bár ez mindenki másra is vonatkozik.
illetve kommentben írjátok le, hogy mi a hulladékmentesség 5 alaplépése. A következő videóban pedig el fogom mondani, hogy ki lesz, illetve ki lett a nyertes. A nyertes pedig nem más nyer, mint egy tevés szívószál szettet, amit ugye tartalmaz egy ilyen kis evőeszköztartó szütyű. Ugye például, hogyha eljártok dolgozni, ez is amit mondtam, beletesztek egy kést, meg egy villát és egy kanalat, és már is rengeteget segít ez saját magadnak is, a földnek is. De természetesen ezt a szütyűt nem adjuk üresen, hanem amit mondtam, egy szívószál szettet is adunk hozzá, méghozzá a legnépszerűbb színűbe, tevés szívószálakat, nem tudom, hogy mennyire látszik egyébként, hogy ott van rajta a tebe felirat. Egy hajlított és egy egyenes ilyen szivárvány színű szívószálat kaptok, és természetesen egy tisztító kefét is hozzá, hogy tisztán tudjátok tartani. Úgyhogy játékra fel! Addig is ne felejtsétek el, mint mondtam, feliratkozni, csengőt megnyomni, hogy le ne maradjatok a következő videóról. Facebookon, Instagramon és TikTokon is megtaláltok minket. Sziasztok!